Régóta húzódó és egyre fokozódó problémát okoz idehaza, hogy a gazdatársadalom közel egyharmada már nyugdíjas korúként látja el az agráriummal kapcsolatos feladatait. A generációváltást pedig nem is annyira a humán erőforrás gátolja, sokkal inkább az adminisztratív feladatok bonyolult és hosszadalmas jellege. Vagyis hiába menne nyugdíjba és adná át a gazdaságát egy évtizedek óta a földjéből vagy állataiból élő vállalkozó, ezt csak nagyon lassú és bonyolult, bürokratikus utat bejárva teheti meg. Vagyis eddig így volt. Egy most hatályba lépett jogszabályváltozás viszont lehetőséget ad arra, hogy az úgynevezett gazdaságátadás folyamata a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban végbe menjen. Ez a törvény lehetővé teszi azt, hogy egy mezőgazdasággal foglalkozó gazdaságot teljes egészében átadásra kerülhessen családon belüli személynek. A gazdaság egyben történő átadására eddig is volt lehetőség, de adásvételi szerződésekkel vagy ajándékozási szerződésekkel, viszont ez a folyamat nagyon hosszadalmas és nagyon bonyolult volt. A törvény az lehetőséget teremt tulajdonképpen az egy egyszeri átadásra. Egy új szerződéstípus lesz bevezetve, ez a gazdaság átadási szerződés, és ezzel az egy szerződéssel tulajdonképpen a teljes gazdaság és a hozzá kapcsolódó vagyonértékű jogok is átadásra kerülnek majd. Vagyis az új jogszabály azoknak a mezőgazdasági vállalkozóknak szavatol biztonságos tulajdonjogátadást, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt, a rokonaik között viszont van olyan személy, aki tovább vinni a családi tradíciót. De lássuk részletesen, miről is van szó. Átadó az lehet, aki vagy nyugdíjas, vagy 5 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, átvevő pedig az lehet, aki minimum 10 évvel fiatalabb, mint az átadó, és az átadás időpontjában még nem töltötte be az 50. életévét. Természetesen az átvevőre is vonatkozik az, hogy vagy őstermelő, vagy pedig mezőgazdasági egyéni vállalkozó kell, hogy legyen. A törvény elsősorban az őstermelők és a mező, valamint erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak a gazdaság átadására terjed ki. Főszabály szerint hozzátartozói láncolaton belül lehet átadni a gazdaságot, viszont ez alól van kivétel, hogyha például a családon belül nincs olyan alkalmas személy, aki átvenni a gazdaságot, akkor lehetőség van arra is, hogy egy olyan személy vegye át, aki legalább 7 éve munkaviszonyban áll az átadóval. A jogalkotó szerint ezek a feltételek biztosítják, hogy egy nagymúltú mezőgazdasági vállalkozás a jövőben is jó kezekben legyen. Na de mi is történik pontosan akkor, amikor gazdaságátadásra kerül sor? Az átadást követően az átadó szemét, átadó gazdálkodót törölni fogják a földműves nyilvántartásból és egyéb hatósági nyilvántartásokból, de annak ugye megvan a lehetősége, hogy mint munkavállaló tovább segítse a gazdaságnak a működését. Az adminisztratív terhek így jelentős mértékben csökkennek. Ez egészen pontosan azt jelenti például, hogy a gazdát cserélő cégekre a kötelező kifüggesztés és az előválasztási jog kötelmesen vonatkozik. A törvény így nem csak a tulajdon családban maradását segíti, de a teljes folyamatot is gyorsítja. Mivel főszabály szerint családon belül történik a gazdaság átadása, a termőföldek vonatkozásában nincs kifüggesztési eljárás sem, és elővásárlási, valamint előhaszonbérleti joggal sem lehet élni, tulajdonképpen egy jogutódlásról beszélünk. Január 1-ével hatályba lépett törvény tehát minden betűjével azt a célt hivatott szolgálni, hogy a magyar gazdák a korábbinál is jobb körülmények között tudják a tevékenységüket folytatni, akkor is, amikor már ezt korukból adódóan rábíznák egy másik szakemberre.